Azt javaslom magának, nagyon gyorsan fogja be a száját, és viselkedjen rendesen. Megértettem? Ezt mondta Gyurcsány Ferenc tegnap egy ellene tüntetőnek Debrecenben. A DK elnöke egészen közel hajolt a férfihoz, és agresszíven a mutató ujját a mellkasának szegezve fenyegette meg a demonstrálót. Fogja be a száját, és viselkedjen rendesen. Ez hangzik el Gyurcsány Ferenctől egy internetre feltöltött alig 30 másodperces videóban. A telefonnal készült felvételt az elemi.hu nevű portál tette közzé, azzal a felütéssel, hogy idézzük, Gyurcsány ideg állapotba került. A cikk szerint a volt miniszterelnök éppen utcafórumot tartott, ami ellen több civil tüntetett. A DK elnöke ekkor odament az egyik demonstrálóhoz, és a videón jól láthatóan, szinte a férfi arcába hajolva, mutató ujját pedig a mellkasának szegezve fenyegetőzni kezdett. Azt javaslom magának. Nagyon gyorsan fogja baszni, hogy rendben. Megértette? A hét haza. Az igen. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Ezek már Gyurcsány Ferenc 2006-os összödi beszédében elhangzott mondatai. A volt miniszterelnök akkor így üzent a vele nem szimpatizálóknak. A beszéd kiszivárgása után több százan követelték a lemondását a fővárosban, a demonstrálókat azonban a rendőrök brutális eszközökkel oszlatták, miközben nem csak a tüntetőkre, hanem a hazafelé tartó civilekre is rátámadtak. Könnygázgránátot, vízágyút vetettek be, és fejmagasságban lőtték a gumilövedékeket. A gyurcsányi terrorban százak sérültek meg, volt, akinek kilőtték a szemét. Itt van, akinek kilőtte a szemét, attól kellett volna bocsánatot kérjen. Itt van Nagy László, és neki lőtte ki a szemét. Itt van személyesen. Az egyik áldozattal egy hónapja szintén egy fórumon szembesítették Gyurcsány Ferencet. Nagy László volt az egyik olyan tüntető, aki egy közelről kilőtt gumilövedék miatt fél szemére megvakult. De szerintem ahhoz képest szépen megmosta a haját, elegáns. Tehát jól fog mutatni majd a tévére. Nevetséges, hogy próbálja tenni ezt az ember. Nem szégyeli magát. A fórumon hiába kérték Gyurcsány Ferenctől, hogy kérjen bocsánatot a történtek miatt. A volt miniszterelnök ezt nem tette meg, helyette akkor is személyeskedni kezdett. Gyurcsány Ferenc a fél szemére megvakult férfi külsején viccelődött.